Fideszes politikusok felháborodásai már az MLS elnökét sem kíméli. Indulatos viták zajlanak a sok után Magyarországon a futball támogatásáról, az eddigi fejlesztési stratégiák helyességéről. A Vácra segíteni hazatért Csank János volt az, aki szövetségkapitányként VB pótselejtezőt vívott ki a 98-as francia torna előtt, ám 7-1-re kapott ki válogatottja itthon a jugoszlávoktól. A mester nem kér most részt az általános felelősségből, és igen óvatos volt már a meccs előtt is, ő a vendégünk, jó reggelt kívánok, szervusz. Ugye néhány nappal a mérkőzés előtt azt mondtad, ha gyorsan játszunk, elvesztjük a labdát, ha lassan, elveszik tőlünk a hollandok. Te biztos voltál előtte is teljes mértékben, hogy ebből vereség lesz? Hát, aki nem volt biztos, az nem ért a futballhoz. Itt a problémánk az volt, hogy ez a magyaros felbuzdulás, hogy győznünk kell, mert így ki tudunk jutni, meg sorsdöntő mérkőzés, ezt megint megtévesztette sajnos, akár mondhatnám nyugodtan a kapitányt is, hiszen ebben egy ilyen mérkőzésre elég optimistának tűnt az, hogy két csatárral ment ki játszani. Ami nem is az a baj, két csatán, hanem ennek van egy védekező munkája, és ilyen szempontból ez már eleve mutatta, hogy mi tényleg elhisszük azt, hogy itt akár tudunk is nyerni. Természetesen komoly hibák előzték meg nyilván a gólokat, de itt ezek a hibák zömébe abból adódtak, hogy túlpörögtek a játékosok, és hát eléggé majrések voltak. Már a bukaresti mérkőzésen is voltak jelek erre. Egyébként mind a két mérkőzés papírforma alapján vesztes mérkőzés volt, talán a bukarestiben volt több. Csak azt tudom mondani, amit mindig ilyen selejtezők előtt, hogy a harmadik helyet kell megcélozni, és ha megcsinálják, akkor az már nagyon jó, és abból esetleg csinálunk egy bravút. De az, hogy tovább jutunk, mindig tovább akarunk jutni. Nálunk ez a cél, egy kicsit a magyaros nagyképűség a futballban talán nem indokolt. Puskásék, még nálunk mindig puskásék a témák, ami nem véletlen, még egyszer mondom, de közben annyi idő ment el, hogy aki arra gondolván célozza meg a második helyet, akkor az egy kicsit elrugaszkodott a valóság. Mert egy kicsit valószínűleg az is van, hogy hajlamosak vagyunk még mindig foci nagyhatalomnak képzelni magunkat az egyre távolodó múlt miatt, és nem tudomásul venni, hogy ilyen például egy kis foci nemzet vagyunk, amelyiknek lehet, hogy másként kell a céljait megvalósítani. Egyértelmű, hát millió statisztika van, végig kell nézni, hogy mi van a pályáktól kezdve a igazolt játékosok számán keresztül, mindenhol a Európának a harmadik vonalához tartozunk. És ezeket nem lehet, nem szabadna. Most a meccs után, meg amikor kérdeztek tőled, akkor azt mondtad a Nemzeti Sportban, ugye ilyenkor van az, hogy van egy olyan fajta szintén Magyarországon tapasztalható letargia, aminek az a vége, hogy az egyik magyarázat az, hogy hát tulajdonképpen mindannyian felelősek vagyunk. Mindenki, aki ebbe benne van, mindenki, aki benne dolgozik. És ugye te mondtad erre, hogy hát a felelősek azok, akik az irányvonalakat megszabják, és hát most tehát magadat nem tartod annak. Hát még ilyen fura is lenne, hogyha Vászló most felelős lennél ezért, de mit szólsz ezekhez a ilyen széterített felelősség elméletekhez? Most ezek a miattadatok olyanok, hogy én is beszélek az újságíróval 15 percig, és van három mondat belőle. Uh-huh. Most nem rosszból mondom, nem mondja, hogy három mondatot kell mondani, de állunk mindig vannak irányvonalak. Most én ezzel nem akarok senkire, nem, tehát ha ezt körül lehetne magyarázni. Egyik probléma körülbelül a magyar futballban az, hogy ha bekapcsol a tévét, a magyar futballról, a futballról emberek beszélnek órákat. De még nem láttam Garabit beszélő órákig, Mezeit nem hallottam órákig beszélni, a régi nagyokat sem, akik vezetők, vagy futballedzők, de hallok mindenkit uh-huh. magyar futballról, órákig showműsorokban beszélgetni. Kint ez nem így működik, tehát nem poénokat kell keresni ilyenkor, hanem meg kell beszélni dolgokat. Lehet, hogy tudnánk mi, sokan nem tudják, egyébként szerintem az MLS vezetői sem tudják, hogy sok magyar edző tudna igen értelmes dolgokat mondani, ha megkérdezgetnék, meg beszélgetnének, vagy ilyen műsorokban, vagy akárhol, kurzusokon meghallgatnák azokat a dolgokat. Én különösebben azért nem tartom magam felelősnek, mert mindig teljes erődobásra dolgoztam, igyekeztem, amit kint tapasztaltam át, meg amiket olvastam, hát meg amennyire tanultam. Tudom rólad, hogy te például, tehát te olvasol. Tehát, elvégeztem mindenféle iskolát. Meg hogy figyeled a szakirodalmat. És... Igen, most vannak irányvonalak. Az irányvonalakat én mindig azt mondtam, hogy olyan nincs, és látok egy magyar ifi mérkőzést, meg látok egy osztrák ifi mérkőzést, semmi különbség nincs. Megyünk, mint a nem akarom, hogy ökrök, fölpassz, visszapassz, dur, bim, bum. A magyarokra nem ez volt a jellemző. A spanyolok kitaláltak egy dolgot, holland vonal, hát 100 éve holland vonalazunk.
mi is például. Ez a körver, meg gyereket, amikor szakedző voltam, akkor tudtuk, egy rakás utánpótlás edző csinálja. Igaz, hogy most hallott egyik utánpótlás edzőt mostanában, aki tud mindent, magyar, már mindent tud, nem lehet neki tanácsot mondani, nem mintha én akarta volna neki adni, de nem is igényli. Hát tök spéci a szakmában egy utánpótlás edző. Mi ilyet nem mondtuk, mert tudtuk, hogy aki azt hiszi, hogy tud valamit, az tudni valamit, meg úgy gondolni, hogy tudok valamit, az nem ugyanaz. Sir Alex Ferguson mondta ezt. Itt hát legutóbb. Hogy aki azt gondolja, hogy mindent tud és túl nagy az egója, az nem menjen edzőnek. Hát ez pontosan így van. Most találkozunk egy csomó olyan emberrel, aki beleesik ezekbe a dolgokba, és egy öreg profi megnézi ezeket a magyaros szemmel, nem hiszek el mindent. Én már nem olyan típus vagyok, fiatalon sem hittem el mindent. Voltak olyan szituációk, német mondani volt, mondom, ez óriási, két év múlva ők mondták, hogy az nem jó. Na most azt mondd meg, hogy vannak-e párhuzamok a te egykori katasztrófád meg a mostani között, az 1-7 meg az 1-8 között. Ugye te akkor egy körrel tovább mentél, hiszen akkor ez már pócselejtezen történt. De mennyiben volt más, vagy mennyiben volt hasonló a helyzet? Hát a körítés az hasonló volt. Annyi különbség volt azért, felfokozott hogy egy elszántabb csapattal játszottunk, mint adott esetre a holland, bár ők örön futballt játszottak, meg nekünk sajnos hidegfejre jött az első gól, második, harmadik percben, aztán még egy. Nagyon ellenséges légkörben dolgoztunk, ami egyébként Magyarországon ez egyértelmű, hiszen abban percben ellenség vagy, ahogy nem hozod a dolgokat. Ez tudomásul kell venned, én is magyar vagyok, ez így működik, de nem, én nem tartok különösebben, nem nagyon húzok párhuzamot. Ez a csapat például 6 idegen légióssal fölállt, ha jól tudom, nem is számoltam, hogy Spacperka. Előtte végig kell olvasni az újságokat, kiváló edzőkkel, olyan dolgokat tapasztalnak kint, amit itt soha, évek óta kint vannak, talán a Böde, meg a Varga került ki később. Hát ezeket olvasgatjuk, hogy micsoda különbségek vannak mindenben, aki kint van. Hát akkor hozni kell. Hát nem látod, gyakorlatilag itt én azért mondom, hogy nem érzem magam hibásnak ilyen szempontból, meg én tudom, hogy ezt kell tudom mondani, mert ez a szép, hogy igen, én hibás vagy, nem vagyok hibás. Ha én hibás lennék, nem is érzem magam hibásnak, mert minden teljesen ördobással csinálok, arra figyelek, amit csinálok. Ezért tényleg tulajdonképpen, amit csinálok, és megtanulok mindent, amit meg lehet tanulni, amivel mindenféle tanfolyamot elvégzek. Gyakorlatilag átgondolom, amit csinálok, nem kap el a lendület. Azt gondolom, hogy egy ilyen kataklizma után ugye két lehetséges út van. Egyrészt az, hogy amit az előbb mondtál, tehát hogy elkezdenek minél többet beszélni komolyabb emberek is, és tényleg szóba állnak egymásra, és próbál összefogni egy szakma. A másik meg az, szerintem valószínűleg ez lesz, hogy akkor jöjjenek a külföldiek minél többen. Hát ez már így működik. Egyszer valaki majd kikerül, és akkor lehet mutogatni, hogy ez van. De hát a problémánk ez. Hát nekünk tudni kéne, hogy mi lóval cirkuláltunk Nyugat-Európában, meg minden. Tehát mi ilyenek vagyunk. 70 ezer igazolt, 8 ezer igazolt futballistából akarjuk fölvenni a versenyt ezekkel az emberekkel. És gyakorlatilag a stílusunkat, azt, hogy könnyű lovasok vagyunk, amit például gondolom a spanyolok megcsináltak, meg mindig valami irányvonal van, holland, majd spanyol, vagy mit tudom én miért. A holland vonal a spanyoloknál évek óta megy, hát most nem tavaly érkezett Cruyff, aki lerakta a Barcelona alapjait, vagy nem ő rakta le a Michelst, vagy olyan. De akkor vissza kell találni a saját stílusunkhoz, tradíciókhoz, azt mondod? Hát persze, hát anélkül nem megy. Persze, hogy van egy irányvonal, amin az világ fejlődik, vagy valami ilyesmi, de azért nem kell elájulni. Tehát valahol ez így működik. És akkor te mit mondasz ezek után, akkor külföldi vagy magyar kapitány, vagy külföldi magyar kapitány? Engem speciál nem érdekel, bevallom félre. Ez nem a legényesebb kérdés? Nem az én dolgom, nem is érdekel, de ebből nem szabadna ekkora tragédiák, amert hogy ez az valahol. De mindig azt szoktam mondani, hogy az osztrákoktól hallottam, amikor kikaptak 5-0-ra, hogy ez legyen az Ausztria legnagyobb problémája, hogy kikapott a váltott 5-0-ra. Hát ennek az országnak nem lesz egzisztenciálisan senkinek problémája, hogy kikaptunk. Igen, hangulatában, meg stb. De ezen a meccsen, még egyszer nem tudnának 8-at rúgni. Ezen a meccsen így alakult,
ez a szituáció. Ha végignézzük, Egervári kapitányságát, egy nagyon jó sorozatot csinált, tehát a legjobbak talán Mezei után. És ha végül, tehát lerakjuk az újságcikkeket, hogy miket csináltunk, milyen jók voltunk egy csomó mérkőzésen, milyen jó a kapitányság, és akkor van két mérkőzés, és akkor ezt mind elfelejtjük azért, mert becsúszott ez a 8-as, ami nagyon csúnya, meg mindenféle jelzőt lehetne használni, hanem ilyenkor azt kell mondani, hogy fölhagytam az akkom galériát, és megyek tovább, mert valami út csak vezetett el idáig, már olyan értem az utolsó két meccsig. Most mi leromboljuk megint ezt, ami volt odáig a kettő meccs miatt, és újat akarunk kezdeni, hát akkor megint elorul. Hát csak van játékos, csak van Bogdánunk, stb. Akire lehet építkezni, és nem kell lenyomni a víz alá, hogy most remegjen majd a játékos, akkor hallja a himnuszt, hogy most mi lesz, ha kikap, vagy valami. Hát igen, sajnos. Ezt lehet érezni a játékosokon. Lehetett látni ezeken a meccseken is, hát ezt a remegést. Ez nem a pacazár, de ez férfiak játéka. Itt néha köpnik egyet, az nem érdekel, hogy ki mit mond, melyek előre. Hát ez nem lehet lányokkal csinálni. Aki ezt nem bírja, ezt a gyűrődést, az alkalmatlan. Azt itt tudomásuk kell venni, hogy ki az, aki olyan karakter, futball tudása mellett is, hogy ezt meg tudja oldani. De nem szabad semmiképpen óriási nemzeti tragédiát csinálni. A Mohácsi vész az volt meg akármi, de ez, Marseille, ott is mit csináltunk Marseille-jel? Hát mi volt? Most akkor a 32-en a VB résztvevő után az összes országban az volt, hogy miért beteg a ilyen X ország. A francia futball. Mester, érteni vélem, amit mondasz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.